Halihó. Ne, már csörög is a telefon. Ha föl tudnám venni. Szava, szólasz, mi a helyzet? Kukucs. Kukucs, téged hívtalak éppen. Már hallottam, csak nem láttam semmit se. Pusz-pusz. Puszi, nyugszi. Nyusz-nyusz. Na, mi a helyzet? Semmi extra. Aj. Felvetted a szolgálatot? Le se adtuk. Ja, akkor menjünk be golyóálló mellé, nyert, gyere. Jó. Hello, főni. Erőtegészséget. Erőtegészséget? Stella Brown, erőt, egészséget. Az igen, tudsz sütni tortát. Ne csináld. Hallottad, mennyien köszöntek? Hm? Te még nem most lépek fel rádióra. Ja, én már beköszöntem. Charlie Filippo, erőt, egészséget. Erőt, egészséget. Erőt, egészséget. Erőt, egészséget. Na. Erőt, sokan vagyunk. Nincsen GPS. Egy darab kajám van, meg 4 darab piám. Bocsánat, 3 piám, 4 kajám. Azt nézem, hogy nincsen GPS. Mit szeretnél? Hát, hogy merre fel vannak a többiek, van-e valami rablás, vagy nem. De nem lehet megnyitni a izzét, vagy várjál? Ja, aha. Ami, baszki, szakács vagy? Szóval tök jó keresnek a szakácsok. Arra bálok, aztán kajálok. Ki? Azt lehet, hogy én is. De amúgy kéne venni is. Megyünk, megyünk, megyünk. Amúgy nem lehet látni a többieket. Ja, én sem látok senkit sem. Vagyok. Jó van, mindjárt leszek, megiszok, így áll is. Tessék? Így áll is, így áll. Hát azt már ittam, mert azt ja. Véletlenül ittam, mikor megérkeztem utána. Ja. Mert a telefon helyett azt nyomtam. Azt na. Tettem a kezembe, aztán megittam, úgy döntöttem. Ja, viszont kettőt azt a coming boardba. Búdva. Azt mi a helyzet? Nincsen semmi különös, eltelt a nap. Jó van. Hiányoztál. Te is nekem. Mint ahogy mindig. Alila Z, jó ét. Jó ét, jó ét. Jó estét. Na menjünk bódba. Okika.
Hát összehézem általában mindenkit szívatnak, mert azzal élik ki magukat. Én is minden nap a szivatásnak vagyok kitéve amúgy. Egész héten egy izét csinálok meg, szerintem meg jövő héten is. Egy kedileket. Egy Elvis Presley féle kedileket. Úgyhogy szopok elég rendesen vele. Ja, jár örözzünk egyet. Oksi? Benne vagy? Aha. Várjál, most már látok pöttyöket. Pirosakat én is. Fehéret is. Én azt nem. Szerelőtelepen. Van valami étteremnél is, vagy mi ez? Aha. Yoshizo, aha. De most már látom a vizeket. Egy pillanat. Nézek telefonon, hogy van-e vágy. Rendben. Az jó volt. Nálam nem történt semmi. Húha. Eléggé beszívott hangja volt a kollégának, nem? Aha. Mesélj valamit. Mit szeretné hallani? Nem tudom, a hangodat. A hangomat? Stefán is lesz, hogy Jákob elmennek nyomozni, így lejönnek a rádióra. Nem tudom, mit lehetne mesélni. Ha kérdezzél is, akkor válaszolok, mit szólsz. Akkor belendülök majd a csacsokásra. Valahogy nem tudok kérdezni. Aha, azzal te azt szeretnéd, hogy én beszéljek, de meg nem kérdezem. Aha. Hát jó. Valami nagy izé van. Nem, hallod. Hallom. Milyen a nagy szirénázás? Ja, semmi, rendőrök, vagy se. Ja? Polisz. Polisz. Anzáj. Gondolod, akkor megpróbáltathatunk egy közúti igazoltatást valakinél valahogy majd valamit gyakorolni. Ez nem az, ami nem? Ez nem, ez olyan, amire azt mondtad, hogy nem jó. Igen. Azta. Thank you.
Az jó volt. Aha. Igen, de jó kiértünk, nem? Mhm. Szóval csacsogjak? A Junk igazoltatást akkor azt csinálod most? Hát megpróbálom lefele majd le, hogy nem jó, vagy nem tudom, ja, kéne gyakorolni. Azt hittem, hogy valaki itt áll. És tudod, pont ma nem lesz senki, akit lehetne. Hát én is úgy nézem. Nem vagy, akkor megúsztam. Ne, biztos találsz majd valakit. Edem 30, megkezdte a járvát. Edem 30, 10-18. Erre mit szoktatok mondani? Nagyon jó kérdés. Bemondom, hogy tisztelet, az nem jó. Nem kell. Meg kéne nézni, mi az, nem mondjuk. Hoppá, hol volt az izé? Ott né. Mi? Hol? Jó napot, uram. Tisztelet. Jó napot. Hát ez nem valami készséges parkolás, ahogy elnézem. Jó napot kívánok, tisztelet! Jó napot! Biztos úrnak! Tisztelet! Jó napot, ez nem helyen álló parkolás amúgy különben. Hát azt látom, testvérem, te ezt hogy parkolsz? A basz meg így tanítottam neked? Faszom fületbe! Hát nem így! Hát akkor meg... Kérhetnék, hogy kiszálljon az autóba és egy igazoltatásra. Így van. Bemutatkoznék. Stella Brown vagyok, jelvényszám 2947. Egy személyt és egy jogosítványt szeretnék kérni. Csak nyugodtan, nem kell megijedni. Hölgy, nem harap. Nem harapok. Ó, pedig én már kezdtem megijedni. Igen, nem. Hát most nincsen nálam egyik se. Ijjjj. Az baj. Akkor mi a következő teendő ilyenkor? Én is csak utas voltam, úgyhogy... Hát gondolom megbírságoljuk, nem? Hát előtte még van valami, amit kell csinálni. Igen? Aha. Forgalmi engedély kocsira. Jaj, tényleg, igen. Egy forgalmit is kaphatnék? Az sincsen. Az sincsen. Állatos. Ja, hát akkor illegális esetleg valami magánál. De most komolyan így össze bazd meg autóval? Így közleked, semmi papír, semmi nincs nálad? Komolyan mondom, az agyom elszáll. Hey, uraim, mi legyen magukkal? Hát, Stella, hát, hogyan döntesz? Mi legyen velük? Mondanám, hogy most az egyetlen egyszer, mivel ez az első igazoltatásom, ezért elengedném őket, de ha még egyszer elkapom, akkor viszont nagyon megbírságolom. Hát öcsém, ezt most jó beszoptad? Mondom, én csak utas voltam. de még erre sem mond semmit. Mi van, lemeredetett vagy mi? Lehet meg ilyen. Hát, szerintem... Jó, most nem akarom részletezni.
De valami olyasmi. Jó, ja. Megegyeztünk? Meg. Jó, akkor viszlát, azt menjenek. Köszönjük szépen. Viszlát, uraim, további jó utat. Na menjünk. Picit lefagytam. Lefagytál? Mitől fagytál le? Nem tudom. Még ezt még... Na, mindegy. De nem volt rossz? Nem. Jó. Majd belejössz. Jó. Molnár, itt vagy? Tessék parancsolni. Van járőrtársad? Lenne. Tessék? Igen, van. Szomorú. Mindjárt a szuprását megállítjuk, jó? Uh-huh. Úgyis itt fog körülni, szerintem a... ezé körül. Beállítani tilos, nem baj az. Nekünk szabad. Ha. Azt hiszem, el is kapta. És ott a izé, Lambó. Akkor megyek oda? Milyen Lambó? Ott ment el jobbra. Az a mit volt. Ja. Na már nem tudom, merre ment. Ja, itt van. Szép napot, uram! Szép napot! Egy közúti igazoltatás lenne. Az mi? Hát, hol parkol? Az nem az én kocsim. Én is azt mondanám. Mondom, nem az én kocsim. Aha. És köszön magának, hát az meg. Akkor fusson. Viszlát. Viszlát. Lefoglaljam. Hát majd én lefoglalom. Na, hogy lefoglalt, bazd meg? Akkor te kocsid? Enyém. Na, akkor a hölgy igazoltatja szépen. De nincs nem semmi, most jöttem korábban. Nem érdekel, akkor is igazoltatja. De nincs nála semmi. Nem érdekel. Engedje már meg, hogy igazoltassa, baszki. Ilyen nehéz egy kibaszott igazoltatásnak eleget engednie, vagy mi van? Chill. Jó? Chill. Na, chill lesz. Igazoltassa. Chill. Na, igazoltassa, hölgyem. Rendben, bemutatkoznék. Stella Brown vagyok, jelvény számom 2947. Egy személyisdés, egy gyorsítványt szeretnék kérni. Most ébred... Tessék? Most ébredtem. Most ébredtem kórházban, és nincs nem semmiféle adat. Forgalmit sincsen ehhez a kis csodához? Nincsen, de van régi forgalmi, ami alapján megtudom. Add nekem a csekket, ha úgy van. Mi a fasz? Ez mi volt? Ez mi volt? Ez mi? Nem tudom. És velem mi van? Baszki. Halló. De jó, akkor írok egy izét, imát. Írjál, mert ő meg meghalt. Szép. Mi a fasz? Oh. Jó napot, nem lehet kicsit lassabban száguldozni? De lehet, lehet. Na, úgy elment mellettem, mint a szélvész. Szeretek gyorsan menni, és másokban nem érti, mert akkor jön a hányinger, hát csúnyán mondva bocsánat, és a kulálás, és a vécé. Elég kérdejel, a kollégának összedrocsoltam a autóját, és összevécéztem. Mhm, szerintem ez az info, amit úgy nem szerettem volna tudni. Hát... Jó, de már bevettem rá a tabletát, akkor nem vettem rá be, de most már minden jó. 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 Na, megyek tovább, további szép napokat. További szépet. Szép a hölgy. Köszönöm. Viszlát, uram. Viszlát. Viszlát.
Most ez mi a fasz? Nem tudom. Kolega, váljon meg, jövök közben szaborítom. Nézd bár meg, mi a szar ez? Írtál? Itt írtam, de nem jön senki. Kezdtem üldözni a követi autópályán egy fehér Audit. Például az úr. Írják, vagy nincs, vagy elég, ha te? Hát ezt nem hiszem el. Gyerünk, kollega, bízok magával. Ha egyáltalán, izé, anyja. Na, végre. Hello. Hallé. De valahogyan fölrepültünk itt a levegőbe, aztán itt az emberkék meghalt. Mert ráesett az autó itt melletted, itt fekszik előttem pont. Na, mit nincs senki? Pert nincs. Mindjárt. Megoldva. Fölvettem, itt van. Most látom, nagyon jó. Tessék. Erik, érted, nem kár. Na, Ali. Amúgy én telibe itt voltam egyébként, csak mondom. De hogyan repültünk fel a levegőbe? Köszi szépen. Nem tudom, szerintem az volt, hogy Marci jött, az ő személyben nem jött belénk, mert nálam se volt semmi, csak random repültünk egyet, és akkor... Lehet szinkron volt. Ekkora? Melyik hát, a sárga kocsis, vagy modder, mi? Vagy modder. Vagy modder, nem tudom. IDK. Köszi Máté segítségét! Köszi szépen, halló! De melyik ez a sárgás volt amúgy? Mert most már megzavarodtam. Nem tudom, én őt láttam itt, más nem láttam. Mondjuk, hogy nem hiszem, mert akkor Aplin mondta volna. Na egy másodperc. Jó. Na itt vagyok, hol tartottunk? Várjál! Hát, hogy nincs semmi, ugye? Tessék visszajönni ide! Visszaállok a helyére, mert ez nem itt volt. Így itt. Haver barát benne ült. Ugye? Ezt tudom. Megyek, csak a kocsit odaraptam elé. Köszi, poszi. Oksi. Valahogy így. Ja. De megint fölrepülök. Csak nem. Nézek, arra nézek. Na, amúgy. Na, nincs nem semmi. Na, vajá. Ott tartottam. Hogy izé, van nálam egy régi forgalmi, nem is egy öcsém, azt fel tudom mutatni neked. És ehhez a kocsihoz szól? Aliho. Dehogy is, mondom régi. Jó. Ezt a... Bemutatom. Ezt... Jó. Uraim, ezt az ilyen kék BMW-s... Tessék, hogy ezt igazoltak, és elég furak. Elég közel. Azt hova a gecibe lettek? Van alatt a neon. Mi csoda? A fasz, ott van. Ilyen színű. Várj, ma ott van meg... Ha jól láttam. Hát szerintem nem. Hát, nekem azt mondtam. Na mindegy, tovább ennyitem. Ja, tessék. Rádió téma. Ne tessék beszélni köt. Ja. Tessék felé fordulni, szia. De kell, hogy te beszéljen közben, mert akkor gatya. És hova lett, geci? Akkor voltunk a serítőrünkben. Itt van benne. Ne tessék beszélni, hogyem. Ne tessék. Mert lökökpöri nyállal azt összegyűrődik. Micsoda? Nem neked beszélek, tök pali. Nem úgy értem, hogy tök meg. Csak nekem... így neveztelek el. Elneveztelek tök meg. Tényleg az hogy hívhatlak? Kígyóhaj. Jó, rendben. Akkor... tessék majd kiváltani, hogyha... a kórházból ébredt és... legközelebb igazoltatom, akkor legyen nála. Jó. Halad, ő nem ismerlek téged? Nem hiszem. Nem. Itt, nézd már rám. Biztos nem ismersz? Hát voltál egyszer egy serűségem. Nem is egyszer. Minden nap ott fájbolok a főnök asszonyja. Milyen főnök asszonyja? Főmondott aztán, vagy nem tudom mi van. Hászi... Juk... Ja nem ide. Nem ének leginkább, mert szar a hangom. Na jó van. Akkor viszlát. Jó puszi. Ti kedvesek vagytok, téged szeretek. Mondtam, hogy nem lesz semmi, csak meg kell állni, ezt nem értem az emberekbe se. Én megálltam, de amúgy igen. Mert már kötelező megállniuk. Hát az lenne. Új bibliás törvény. Hogyha nincs náluk semmi, értem. Hát akkor is megállhatnak, hogyha van, akkor is megállhatnak, hogyha van náluk. Igen, de nem mutathatjátok át őket, vagy? Hát nem nagyon. Bazd meg. Nem csináltunk vele semmit, csak akkor fekete fokozat van. Mondtad volna, akkor mindig megállok eddig. Hát baszki, ez elő van írva, nézzé utána. Jó,
Aljó. Na menjünk el, lehet, hogy kell a szerelés a izém, az ütközés miatt. Nálam amúgy nem, nincs baja. Annyira nekem sincs, csak mégis. Jó van, mehetünk. Mindegy, maradjunk. Valami valakit el tudunk kapni. Mhm. Jaj. Uh-huh. Mennyi ilyen autó van? Ilyen Lambó? Uh-huh. Ilyen, na hát... Ma második. Nem, ez ugyanaz volt szerintem. Ez ugyanaz az ember? Nem. Másik fajta Lambó. Ja. Felkapjuk mi is. Ez elektromos Lambó. Jaj. Kolléga, aki eljött vele, mellettem azzal az izé, rendőrségi autóval, amit csináljon magával, mert úgy teleportál, hogy az nem igaz. Bocsánat, álljon ki és ugorjon egyet. Oké. Megtettem. Itt ment az elektromos. Mhm. Pillanat. Vagyok. Jó van. Haló? Ja, nem mind. Na most én a fő publikhoz akart menni. Helyzet, hogy a százalékban nem fog megállni. Melyik? Ez itt. Ja? Hát nem úgy tűnik, hogy... Itt amúgy lehet házi állatom, vagy itt nem? Itt nem. Itt nem. Na? Nem annyira szeretne. Szép napot. Szép napot. Az igen, az a homokjáró. Hát. Hát. Én azt hittem legalább, hogy maga is elmenekül. Mi? Azt hittem, hogy legalább maga is elmenekül. Minek meneküljek? Hát nem szabad. Nem szabad?
Nem akkor miért vannak olyanok, hogy elmenekülnek ilyen szürkék? Hát az... Pedig nem szól. Éj, ezek a szürkék. Beraknám az összekeset izére. Életfogytiglan, közmunkára. Tegy azt? Igen, hát ha lenne szárnya. Na mindegy. Itt azért állítottuk meg, mert itt a hölgy szeretne valamit mondani. Közúti ellenőrzést szeretnénk. Bemutatkoznék, Stella Brown vagyok, jelvény szám 29-47, személyt jogosítványt szeretnék kérni elsősorban. Na, itt is meg köszönöm szépen a pénztárcám. És kiveszem a személyigazolványomat. Hát ezt nyújtom. Igen, név? Speedy González. Születési idő? 2002-2007. Rendben. Hát ezt nyújtom egy jó jogosítványomat. Jó, rendben, köszönöm. Esetleg erre a csodára van-e forgalmia? Ha! Legyen? Legyen. És ha nincs? De mégis van? Hát ezt nyújtom. Jó. Stimmel minden? Rendben. Addig ezt adja már vissza a papírt, hát adnék ki. Ja, hát igaz. Azt hogy adom vissza? Hát csak ide jössz, aztán visszaadod a papírt. Jó, nem érte a kezemet. Jó, parancsoljon, köszönöm szépen. Köszöntem. Na, akkor köszönjük szépen. Köszönjük a balesetmentes vezetést. Bókrak is. Köszönjük. Viszlát, uram. Viszlát, minden jót. Na, jó van az. Majdnem lett egy forgalmink. Ja, de miért? Ja, mert hát, akkor izé... Persze, csak mondod azt, hogy visszaadom, aztán ennyi. Ja, jó, mert izét azt megcsináltam, hogy izét, érted? Jó van, jó lesz az így. Szóval akkor ilyen szónapod volt? Ja. Ó. Na? Igen? Állítsunk még meg valakit, ha valaki van. Csinálhatnánk mást, mehetünk jobbra. Csinálhatnánk mást? Nem tudom, valamit. De mennyi gyakorlás elég volt, majd minden nap egy kicsit, és akkor egyre jobban fog menni. Mehetünk csak... Ó, foglalás! Hát ez eléggé más. Ott a levegőben repül az autó, ha szép. Hol? Ott hátunk mögött. Illetve hát a vanillánál. Nem látom. Ezt inkább bekapcsolom, hogy ne szálljon belénk az autó. Amúgy egy gyors kérdés, ilyenkor nem érdemes megnézni a cuccokat? Ez izi autó volt, ha jól tudom. Autós iskolás autó, nem? Lehet, nem tudom. De amúgy lehet ilyet venni az autókerbe is, de mindegy. Na, melyik nagy bike owner van ezzel? Le kéne foglalni ezt is, amúgy nem. És ami ott bent van, azt nem. Az összeset is. Mindent majd, is. Igen? Semmi. De majd egyszer mondom, hogy van ízét, ezt a hagyományákat is lehet csinálni ám. Micsoda? Ezt a lefoglalásos dolgot másféleképpen. Jó. Ők kollégák vagy valaki más? Nem. Valaki kérdezik? Akkor igen.
Já csak... Szép napot. Tisztelet, kollega. Tisztelet. Hölgyem. Tisztelet. Köszönöm, tisztelet. Gyere, baba. Igen. Akkor menjünk dolgunkra. Mi van dolgunk? Hát legyen. Hát nem. Jaj, ruhaboltba kell menni. Mindegy. Hogy várj, visszaveszem a izét. Azt akkor átöltözök itt előtte. Gondolom vagyunk. Nem vagy. Miért nincs is olyan azért? Na, most baszki, nem tudom kinyitni az ajtót. Ó, na végre. Azt a mellényizét nem akarod levenni? De. Nekünk is ilyen nagy sukár legyen, mert lesz látod. Látom. Ó, vezérezés úr. Mindjárt csak beszéljek az atyával egyet. Oké. Nekem ez az Opel valamilyen. És bocsánat. Ez a... Boronyen, ez az autóm lesz, mert ez kicsit lassú, ebben nem lehet. Gyere egy pillanatra. Mindjárt. A rádió meg a stuki, azt le kéne dobni, nem? Ilya baszki, az nálam is itt van. Akkor vegyük vissza a szolgálatot. Oké. Na. Most miért nem tudom kinyitani az ajtót? Várja vagy egy kinyitom. Különböző, nem? Most gyere. Igen, kösz. Nekem eddig van egy Mavic, meg egy charger. Jaj, hoppá! Az a baj, nem tudom most kivenni a kocsit, mert most adja nekik oda. Hát, tedd bele ide. Mert nem akarod? Belerakhatod ide is. De nekem is kombatom van, az nem baj. Nem baj, nem lesz semmi baja. Beleraktod? Jó. Menj, én lerakom az autót, aztán kész, csak oda járok vele, mert ott közel, hogy így nem érzékel. Oh. Én tényleg erős vagyok. Uram. Amúgy tényleg erős vagyok. Jó, az jó. Kettő kadét tud egyszerre járőrözni, vagy fix felesztességgel. Vagy egyedül. Vagy. Hát, ha nem osztanak be, akkor elmehet. Akkor jó. Amíg yeah, beszélsz útjával, addig én elmegyek egy pillanatra. Ja, jó, oké, oké. Majd.
Yeah. Azt kérdezt! Ja! Tudom, hogy nekem még ilyen. Ja, akkor bocsánat. Igen, kollégám, mit szeretne? Mi a helyzet a izé? A párjával? Ja, visszament szerelőnek. Hogy? Nem tudom. Ja. De maradtak együtt, nem? Csak visszament szerelőnek. Ja. Jó van akkor. Szerintem kiégett szegény, vagy nem tudom. Ja. Hát nem, ja, mert mondjuk tegnap egyedül voltam tegnap előtt is. Uram, akkor majd a... Bocsánat, hogy közben vagyok, majd az autókat majd később elbírjuk intézni, most elmegyünk átöltözni és szolgálatba állunk. Rendben, köszönöm, viszlát. Viszlát. Tegnap napfolyamon visszamegy szerelőnek, leadta a járvényét. Ja, azért kérdem, hogy mi a helyzet, mi lett vele. Azért kérdeztem, mi a helyzet. Attól még minden oké, és maradjon uh-huh. Úgy minden csak. De a sheriff fölte nem felelő. Ja. Hát jól van akkor. Na mindegy, csak azt hittem már, hogy külön mentek azt azért. Ja, nem. Gondolom, amíg nem voltam, addig egyedül járőzét, gondolom aztán kiégették sok, gondolom egy-két ember, aztán gondolom sok volt neki. Ja, hát lehet, hogy hanyagolnia kellett volna addig a várost. Hát mondtam neki, de ő azt mondta, hogy ő szeret dolgozni, hát mondom, akkor jó van. Ja. Hát mindegy. Nagy nehezen visszagyűvök, aztán meg leadja a járvényét. Ja, hát ez ilyen. Olyat kérhetnék majd, hogy elvinne minket a garázshoz, mert nincs itt kocsim. Meg nem tudok, ugye leadtam a szolgálatot, azt nem tudok kikérni autót. Oké. Okay. Na mi van? Semmi, csak nem akartam zavarni. Mi nem zavarsz, gyere oda. Mindjárt visz minket garázshoz. Ja, jó. Az is jó, ha elmentek az autóval, aztán van elmegyek érte vissza oda. Ja. A sheriff autóval elmentek, aztán visszahozom. Hát de most meddig tart, míg elvisz minket hozzá a sheriff autóval, azt akkor legalább itt nem kell izéjén. Mert ugye nem tudom lezárni, mert ugye nincsen izém. Ja, jó, menjünk. Addig vazási már még nem tökéletes a szemem, úgyhogy ja. Visszafele vazapit. Szeretnék ott kasszatni az életeteket. Ja, hoppá, be van zárva. Meg... akkor nem tudom, akkor ki ilyen. Akkor lehet, hogy már nem is... nem az öné? Nem. Nem tudom. Elkiderül. Tudom nyitni, akkor az enyém. Szerintem nem az enyém. Szerintem nem az helye, mert nem tudom tényleg. Ha? Felfutunk. Olyan messzire? Mi nagyon messze van? Hát van egy kis távolság. Két út, három utca. Mindjárt megoldja. Mindjárt megoldjuk máshogy. Tizen fogva szépen elsétálunk. Na, látunk is. Ha tudsz most tűnni? Mindjárt megnézem, hogy be tudok-e szállni. Ebbe kéne, hogy tudjál, vagy nem? Nem, azt tud, aki feltörte. Baj. De most majd én is tudom. Akkor mindjárt.
Na most talán jó, ja. Akkor jó, hátra ízélek. Bocsánat. Mi baj, mert a gyorsan hátra ülök. Az igen, előbb kiszedte. Várja. Most beállt a derekam. Ja, az enyém is be volt hálva, nem megyek, csak beindítottam. Na, váltunk. De a gyorsan hátra ülök, mert az autóból kiszednek. Na, de nem dittem. Én eddig mindenkit kiszedek. Na, nem is volt ilyen. Az első nap a városból kiszedtem mindenkit a volán mögül. Na jó van. Köszönjük szépen. Köszönjük. Azt a további jó szolgálatot. Ja, jó romantikázást. Köszi. Köszönjük. Hát nem tudom mi lesz, de... Mivel menjünk? Amivel szeretnél. Nem tudom mi a terved, úgyhogy... Gyors kocsi? Amivel szeretnél. Mondom, nem tudom mi a terved. Ötletem sincs. Ez amit a múltkor nem tudtam vezetni? Csodás. Vagy nem? Nem biztos. Nem tudom, hasonló színe volt, ami izé... Majdnem hasonló, mindegyik. Aha. Ez meg a Merci ugyanilyen színű. A BMW az szürke és ilyen kék van rajta. Hát, meg nem mondom neked, mivel mentünk. Tattogott össze-vissza, azt tudom, aha, hogy ilyen ízés volt. Mi az a zászló amúgy? Mi a zászló? Látok valami kockáit zászló. Oda megyünk, megnézzük. Ja. A jó neked? Nekem jó. Te tervezel most, úgyhogy... Egy kis verseny, mit szólsz hozzá? Mhm, majd letipál. Mi jó, éhes vagy? Nem, csak megnéztem mi ez. Ja, és mi van ott? Hát ilyen víz, meg hambi, meg izé. Ja. Itt tudjuk kikérni ezért a gokartot. Van nálad egy kis apró van, nem? 163. Várjál, hát mindjárt azt mondja, hogy leveszi kártyáról. Ó, oh, ott is van a goka, gyere. Na, ülj be másikba. Ezt akkor visszaszámolsz, két körös. Várjál, én, te is ilyen furán nézel ki? Aha, beindítod? Indíts be. Azaz. Na, szóval, visszaszámolsz. 3, 2, 1.
Jaj. Majd kifutottam a pályáról. Na jó van. Igen? Te nyersz. Hát, nyertél. Menjünk fel a rádióra, hogy talán könnyebb lesz a beszélgetés. Igen. Megint nem 22-es? Na, megnézhetjük. Készcsókom rádió. Igen. Hát, csak te válaszoltál vissza. Nem is igaz. Mit nem? A gyere, baba, menjünk még egyet. Mehetünk. Na, milyen volt amúgy? Jó volt. Itt vagyok melletted most, nem kell rádiózni. Kérjünk ki. Kikértem egy autót, elméletileg mindjárt leesik az. Na, indítod? Mi? Persze. 3, 2, 1, mehet. No. Hagytalak nyerni. Ja. Na, még egy, és akkor 3 a magyar igazság. Úgyis megnyered. Mi? Úgyis megnyered. Biztos? Nem vagy ideges, ugye? Nem, még. Ja. Én hiába nyomom. Most te számol? Hát számoltok, visszagondolod. Uh-huh. 3, 2, 1.
Azda! Neked droppol? Megelőzöm a végén, nem? Nem előzöm meg. Az igen. Na, addig 2-1 neked. Uh-huh. Na, folytassuk, vagy menjünk másfele? Mehetünk másfele. Oksa. Akkor várjál. Igen. Valamit elfelejtettem. Igen. Na, menjünk. Ha gondolod, de jöhetünk máskor is. Mhm. Jó. Vagy ez nem tetszik? De! Talán, hogy nyertem. Most hova megyünk? Nem tudom, meglepetés. Meg én sem tudom, hol fogok tudni itt kimenni, de szerintem vissza kéne fordulnom. Ma ilyen meglepetések napja van? De most akkor tulajdonképpen most randizni vittél, csak nem hívtál meg? Még meg kellett volna, hogy hívjalak? Hát nem tudom. Eljössz velem randizni? Hát... Nem persze. Tudom. Tudod, hogy szeretlek. Én is. Nagyon. És nekem senki más nem kell csak te. Igen? Igen. Nekem is. Kíváncsi leszek, hova visszám most. Megnézem az éttermet itt volna. Kis csókom. Kis csókom. Mit lehet itt venni? Bolt. Veszek egy pár finomságot, jó? Nekünk. Jó van. Akkor innen vegyek? Megnézheted, hogy mi van. Nagy finom szecsuáni, igen. Abból vettem is. Szerzem magas csirke, ez melyik lehet az a izé?
Palacsinta. Igen. Kávét eszel esetleg? Lehet. Ha eszel, iszol? Eszek, iszok mindent. Oké. Okay. Van palacsinta, volt olata? Kakaós palacsinta? Kakaó nélkül. Mi van? Új. Megyek. Köszöntem, viszont. Itt vagy? Merre vagy? Nem, azt hittem, hogy elvittek. Na jó, akkor megkerestek rádió beszélgetéssel együtt. Na. Rádión. Hát mert ott legalább fogok beszélni, itt a telefon meg vagy működik, vagy nem. Jó. Na. Itt vagy? De ez nem ér. A főbent a tetőre az meg fixen nem ér. Várjál, játsszuk ki a rendszert. Hol bújhat ott? Én láttalak. Láttál? Nem mentem messze. Halló? Látok klímát. Mit? Klímát. Zöld kukát. Székeket. Növény. Hát... Kösz! Létrát. Ez nagyon jó. Dobozokat. De fassáma. Na hol vagy? Itt vagyok hátul amúgy. Hol? Hát te hol vagy? Az étteremnél vagy hátul? Igen. Fölmentél az én? Létrám? Nem. Akkor hol? Hát... Itt vagyok, csak bebagoltam szerintem. Ja. Aha. Szia, Manu. Szia, hát nem is láttalak ott. Le volt. Mi? Haló? Mondom, le voltam googolva. Ja, már én nem hallottam, amit mondta. Le volt, az ennyit hallottam. Ja. Együnk egy, én leszek egyetem, vagy éhes. Egy érti, hogy elvittek. Aha. Úgyis visszahoznának. Hát, persze. Elmentek egy bogotrablásra, aztán maximum utána. Nem, előbb kihisztizem, mert nem viselnének el. Hát akkor inkább fejbe lőnek. Miért? Hát mert ilyenek az emberek. De nem már. Hát de hagynám. Milyen már? Hát... Baszki, milyen már? Csoda, hogy te elviselsz. Hát muszáj. Ne kell lesz muszáj. Nekem. Azért meg kell lesz nekem. Mhm. Uh-huh. Gyere, menjünk. Vagy eszünk még? Együnk még. Iszunk is.
Iszol is, én is. Mert elfelejtettem. Tudod, ez a gyengém. Aha. Nagyon üldöznek valakit. Ja? Igen. Megvagy? Ugye ezt megiszom, és akkor úgy nagyjából jó lesz. Oksa. Mehetünk. Aha. Csak figyelj rám, nehogy... Micsoda? Figyelj rám, nehogy megint elszökjek. Már ne gyesztögessé. Jaj, nem kell félni. Á, lehet itt átkutatni. Akkor mi van benne? Micsodát? Ja? Találsz izét. Kötszert meg ilyeneket. Kíváncsi vagyok. Kukázol, aha. Jóféle kukás. Akkor én is kukázok. Na jó, van, akkor azt tett félre. Rakjam be a kocsitba? Hát tedd félre magadnak akár. Egy plusz víz. Na, kenyeret találtam. De itt többször lehet kutatni. Nem, ez másik kukát kutatott szerintem. Beépizés, elépidesztés mellett kukázni. Hát, ez van. Ilyen ez a sheriff élet. Fém hulladékot kaptam, azzal mit kezdek? Hát, te sem, nem sok mindent. Ahogy én is az acetonnal. Várjál, följöttem. Na gyere, menjünk. Az jó volt, hogy első kukázásomra ezért találtam. Kötszert? Uh-huh. Nálam is van, kéred? Nem. Majd na jól jön, amikor... Jó pénzt ér amúgy. Berakod a kocsitba, aztán kész. Hova is akartam menni? Azt mondja, hogy... Pillanat, gondolkozok, hogy melyik épület lehet az. Nem ez az, várja, vissza. Múltkor azt mondtad, mindenhova oda találsz. Oda, csak ő nem tudom, hogy az épület merre van pontosan. Így most fejből. De úgy oda találok, ne aggódjál, mi használtam GPS, be van ütve. Nincsen, nem az. Na látod. Na. Na látod, oda találok én, csak kell egy kis... Meg olyan, hogy talán nem használja senki se. Igen. Átmentünk gondolom a kapun, ugye? Mhm. Jó, nálam nem, én megvártam kinyíljon az ajtó. Ez jó. Elméletileg nem használja senki, mert nem látok át az ablakokon.
Na, hogy... Hova üsz? Nem tudom, hát nem tudom bezárni az autót, valami probléma van. Na. Nő. Mi? Hát ott egy nő. Na, most már bezártam az autót. Kész csókolom? Városlepó. Nem baj. Na? Mi a helyzet? Veszek én a hűtőbe egy kis kaját, azt átadom neked, jó? Itt vagy? Igen. Ja, át is adogattam itt a kajákat. Várjál. Gyere, mutatok valamit. Yes? Mhm. Menjünk ki a kocsihoz, gyere. Igen. Ide rakd le a ruhákat. Nézd, milyen fények vannak, látod? Mm-hmm. Gondolj a K betűre. Tudom. Milyen fények vannak, mi? Gyere, mutatom. Csobbanj bele. Gyere. Oda ne. Tessék. Oda ne. Jó, mi? Nem oda le, hanem oda ne. Milyen hely? Jó. Nekem is. Főleg így. A sok kocsi azon mi zavar. Nem. Nem. Na jó van akkor. Na. Leüljünk.
Gyere, fordulj inkább erre, ne a levegőbe, úgy csörögjé. Én de ráültem, látod? Mhm, pillanat. Csinálsz. Lej, az mindig nem az. Jó ez így. A székre ülj. Szék egy. Azaz. Narancsolj. Ide messze vagy. Miért kell akkorát karolni? Bocsánat. Mindjárt ide ülök. Így jó. Kis pancsi. Szerintem is. Ilyen kis nyugis, chilles. Nem? Igen. Az hogy tetszett a járőrözgetés? Jó volt. Jó. Menjünk majd még. Vagy holnap, menjünk majd még holnap vagy holnap után. Persze. Vagy valamikor.
össze mehetünk majd. Olyan kis romantikus ez a kis barlang amúgy. Ugye? Legyünk itt egy kicsit, nem? Én is szeretlek. Én is szeretlek. Nya? Igen. Nem tudom, csak kérdeztem, hogy nya? Ja, azt hittem, valami van. Nem. Nem. Mennyire jó ez a romantikus csöndlét? Nagyon jó. Nagyon jó. Csak így kettesbe. Ugye? Igen. Nagyon, nagyon szeretlek. Én is nagyon szeretlek. Hát el kéne majd valamikor mennem egy másik alsógatját fölvenni. Miért? Nem tudom, ez a sárga. Miért jól néz ki. Jó. Aha. Akkor jó van. Jaj. Nekem legalábbis tetszik. Igen? Igen. Nekem is tetszik, ami rajtad van. Ez a szép fehér bőrhöz. Megy is az a fekete. Aha. Olyan szexi. Te kicsit sötétebb vagy, mint én. Hát... Többet naposztál. Hát fonthatjuk. Úgy sokat dolgoztam ki innen a napon. Igen. Aha. Együnk valamit, amit hoztam, nem? Mhm. Jót fogsz enni, meg ezek egy almás pitét. Én nem tudom még. Most se tudom, miket hoztál. Hát nézd meg a sebedet, hogyha vagy nézd ide föntre. Ide. Na látom. Uh-huh.
Én egy palacsintát. Igen. Én megiszom azt a kávét is. Hogy tudok felállni? Ja? Hát... Segít rajtad. Igen. Uh-huh. Mit iszom, mondtál? Kávét. Ó, azt én is fogok. Ugye? Igen. Igen. Jó. Igen. Igen. Mhm. Jó. Szeretlek. Én is. Megszom a kávét, ha nem baj. Nem. Miért lenne baj? Nem tudom. De meddig ilyen fények van, addig csináltunk majd egy képet, ha gondolod. Mhm. Vagy megvárjuk a következő estét itt? Nem. Nem. Csinálhatunk. Na gyere. Itt valahol. Aha, ugye a ház az jobb benne lenne, nem? Vagy mi legyen benne a háttérben? Hm? Előrébb így valahogy, nem? Uh-huh. Így? Uh-huh. De fordulsz. Uh-huh. Uh-huh. Pillanat. Elfogadod? Mit? Ja, el. Oké. Gyorsan dobtam is egy képet. Így fejben. Hmm. Itt van még a hölgy. Nincs, elment. De itt vagyok. Hát nem te, a másik hölgy. Ja, ha megunta. Hát. Ja. Így még lefijelnek a víz alá. Csodás. Ugye? Yeah. Meg ne fulladj. Mi?
Szeretlek. Várjuk, megvárjuk azt az estét. Milyen estét? Hát mikor itt minden nagyon sötét lesz. Nem tudom. Vagy ne? Ne olyan. Kergetőzünk. Mindjárt csak amit keresek, de nem találom. Ágy van, így mi. Köszi szépen a követést. Gyere, menjünk kizéni. Grillezni, jössz? Mizéni. Grillezni. Ja. Nyertem. Jaha. Na, grillezzünk. Legyek a séf, vagy leszel te a séf? Igen? Felvegyem a kis kardigánt is. Ez olyan kis szexi. Igen? Felvegyem a kis kardigánt. Mi van? Hát nem tudom. Hol van a BBQ?
Ja, mit maskálsz? Várok rád. Igen, majd csinálom is. Mm-hmm. Látod? Oda néz. Mm-hmm. Miért kérsz? Miért lehet? Hát nem tudom. Miért szeretni? Aztán kitalálunk rá valamit. Csirke. Csirke? Aha. Legyen. Majd nézzel. Oké, szecsválni csirke, jó lesz? Mhm. Uh-huh. Oké. Okay. Hozz nem kell, akkor majonéz. Nem kell? Hát tehetsz hozzá. Na, hozz nem kell. Hát jó, akkor nem kell. Uh-huh. Jól áll a kezedbe. Ugye? Uh-huh. Ilyen kell majd otthonra is, nem? Mhm. Egy kicsit benn van itt a falba. Hát, amiért nem lesz. De nem baj. Már megpróbálok ilyet intézni oda. Jó. Jó? Jó. Nagyon szeretlek. Én is. Na, el is készült. Át is adom. Mm-hmm. Csinálom tovább a következőt magamnak. Megvárlak. Jó, jó. Együtt megesszük. Jó. Amúgy egy ilyet el tudnék képzelni. Igen? Mhm. Uh-huh. Én benne vagyok. Mindenhol is. Mhm. Uh-huh. Csak egy valami hiányzik. Igen. A vatta cukor készítő. És az miért hiányzik? Hát mert szeretjük. Aha, szereted a vatta cukrot? Aha. Aha. Hát ez jó. És van vatta cukrod? Jöjjön vatta cukor készítőd? Tessék. Van vatta cukor készítőd? Mhm. Uh-huh. Igen? Mhm. Uh-huh. Na, akkor mit csinálhatunk? Mhm. Mindjárt meg vagyok. Ja, meg is van. Na, hol legyük meg? Hát? Hát? Ami romantikus helyen. Romantikus helyen? Uh-huh. Hát ennél is romantikusabb helyen? Nem, de hát ne itt ez a... Ja, hát gyere. De én tudom, menjünk vissza a medencébe. Mhm, uh-huh, oda bentre, jössz? Éj, várj, beesek én is. Na menjünk, gyere. Itt kint vagy ott bent? Hm? Jöjjük ott bent is, vagy ott kint is. Éde, éjni.
majdnem pont akkora vagyok, mint te. Aha. Aha, te is leülsz, vagy nem? Mhm. Így. Na. Ráülsz a combomra? Igen. Aha, és akkor én így hogyan egyek? Nem bajám, maradjál csak. De... Kicsit gyere hátrább. Az úgy ír rá a combomra. Hát így meg pont beleütél vízbe. Na. Jól leraktad a kuffert. Hopp, hova tűntél? Haló? Hát jó belest. Tudom, mi történt. Jó belestél a kőbe. Gyere. Itt vagy? Merre vagy? Haló, itt vagy? Nem tudom fölvenni sem, mert nem érzékelem. De hol van? Nem érzékelem, az a baj.
De jó, pillanat. Nincs egy drop admission. De akkor hány percet kell várni a reportig?
Elméletileg jön egy admin, lassan. Ike a... Halihó! Ali. Köszi szépen, hogy jöttél. 167-es itt ért a benne medencébe, mellém jut, azt leesett a föld alá. Ez meghalt. Na, hello. Tessék, további olyan. Köszi szépen segítséget, halihó. Hát lehet, inkább üljünk a másik felére. Jó. Állandóan lefölálltam, aztán tudom, puff, le. A de hogyan? Nem tudom. Na, így már jobb. Uh-huh. Akkor jól van. Jaj. Hát most nem vagyok éhes. Hát az jó. Én éhes lettem. Igen. Kéred az enyémet is, vagy kóstolod meg? Hát inkább másba harapnék vele. Igen. Aha. Mondom, Igen. Semmi. Mi ez a sóhaj? Nem tudom. Nem tudod? Akkor ki tudja? Hát nem tudom, mikor lesz már este? Tessék? Mikor lesz már este? Sokára? Nem tudom. Nem tudod? Nem. Én sem. Holnapra mi lesz a terved? Hogy érted? Hát, itt a városba. Esetleg. Igen. Vagy valahol máshol. Máshol? Nem tudom. Nem tudod? Nem. Akkor megbeszéljük. És esetleg jönnél a városba? Jönnék, hát persze. Vagy inkább csináljunk mást. Nekem jó a város is. Jó van. Bármi. Te is ott vagy. Megpróbálok. Megpróbálok. Tudod, mit szoktak mondani? Mire? Mondjad. Hogy megpróbálod. Na? Hát, hogy tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld. Igaz.
Jó van, oké. Majd nézek egy pár motiválós videót. Motiválós videót. Ó, nem kell, én tudok neked mondani. Igen? Persze. Na, akkor hajrá. Igen? Aha. És komoly. Miért? Magad alatt vagy? Hát nem, itt ülök. Mi motivációra lenne szükséged? Hát arra mindig van szükség, nem? Nem tudom. Nem tudod? Nem. Ezen még így sose gondolkoztam. Pedig egy időben elég sokat hallgattam motivációt. És hát... 3,5 év munka után váltottam. De addigra, hát a vége fel már elég sokat ment a motivációs dolog. Nem tudom, én inkább másokat motiválok, vagy hogy mondjam. Igen. Mivel motiválna? Téged? Uh-huh. Hát, Igen. Van egy viszonylag rossz tulajdonságom, amit majd szerintem vagy megismersz, vagy nem. Micsoda? Biztos szeretnéd tudni. Manipulatív. Aha. És ezzel kapcsolatban pontosan mi? Hát, hogy nagyon tudom manipulálni az embereket, hogy ugye az legyen, ami úgy jó, vagy nem tudom, vagy amit szeretnék, vagy hogy mondjam. Aha. Hát ezt általában a nők azok tudják is, nem? Biztos, nem tudom. A férfiak meg úgyis csak egy után mennek, nem? Egy dolog után. Több. Hát nem úgy értem, nem egy nő után, hanem egy dolog után. Jó, hát igen. De nem szoktam ezt azért a ilyen negatívra használni. Igen. Meg nem nagyon szoktam alkalmazni amúgy. Pont azért, mert hogy tudom, hogy... Pont azért, mert... Hát mert tudom, hogy... Szóval tudatosan odafigyelek, hogy ne. Mert szerintem nem egy jó tulajdonság amúgy. Úgy hát vissza lehet vele élni, vagy hogy mondjam. Köszönöm, sokan vissza is élnek vele. Na, hol van ez, milyen sötét lett? Na, próbáljuk meg még egyszer azt, amit ezelőtt nem tudtunk, vagy... Menjünk ki, nézzük meg, milyen sötét van. Jó. Gyere. Ne ess a föld alá. Jó. Gondolj az X-re. De van nem amúgy jó tulajdonságom is. Igen, micsoda? Hát, hogy nagyon tudok szeretni. Igen. Nagyon szeretem. Aha. És még? Szeretek adni. Igen. Szeretem látni, hogy a másik örül, amikor kitalálom, amit kapjon, és akkor örül annak, amit kap. Aha. Sokszor helyezem másokat magam elé, ami nem feltétlenül jó szerintem.
Hát az ugyanúgy vagyok én is. Inkább másnak megyek segíteni, mint hogy saját magamat elintézzem, mármint ha ilyen gondok vannak, meg ilyesmi. Hát ez így van nálam is még, eddig ez is timmel. Ez abban is megnyilvánul, hogy ha én padlón vagyok, de más padlón van, akkor inkább máson segítek, és nem a saját padlón levésemet. Hát, hogy mondjam ezt így, de biztos érted. És ez jó vagy rossz tudatosság? Hát, ezt nehéz megmondani, mert azért szerintem picit néha kéne önzőnek lenni, hogy saját magadra is fordíts időt, és a saját problémáidat megold, nem mindig másokét. Hát, igaz. Na, csináljunk egy másik képet. Gyere. Itt mondjuk? Aha. Hát jó. Menjek odébb? Várjál, nem találom a szememet. Aha. Köszönjük? Aha, gyere. Így, már kicsit távolabb vagyok. Egy pillanat. Ja. El is készültem. Oda ne, hogy röhög. Tessék? Oda néz, hogy röhögött. Kicsoda. Hát nem hallottad? Nem. Ja, beszélget is se hallod? Nem. Nem hallod a városlakókat? Vagy nem mindent hallasz? Szerintem nem mindent. Ja. Az autókat hallom. Azt én is. Meg a tücsök cirippelés. Azt is. Menjünk pihenni. Szeretnél? Hát szerintem tudod, hogy mit szeretnék. Tudom. Aha, menjünk pihenni. Mehetünk. Jó, menjünk. Gyere. Visszamegyünk. Mi? Visszamegyünk. Persze, nem fogunk itt maradni, hogyan megyünk tovább. Jó. Visszamegyünk a sheriffségre. Jó. Aztán felszom a szolgálatot, azt lefoglalom az autót. Hát jó. Mi jó? Hát amit mondtál, az jó. Tessék, be is tudsz állni. Ez jó volt amúgy. Tetszett? Nagyon. Jó ez a hely. Még jó, hogy nem, még jó, hogy nem lakik itt senki most. De szép nagy kastély azért. Jó drága lehet. Hát ez az. Azért de már kertész is kell. Aha. Múltkor ide betolattam, mondom körbenézek, hát ha van itt valaki. Azt láttam, hogy nem lakik itt senki se, hanem akkor csak üres ez a hely. Gondoltam, akkor elhoznak ide egyet. Hát, jól tetted. Ha gondolod, akkor jöhetünk máskor is ide, vagy valami másik helyre. Jó van. De ez az egy, ami ki van világítva, az a baj. Az a, az előző, ahol voltunk legelőször, az se rossz.
A csak melyik? Az a barlang? Laguna vagy milyen? Ezért. Ja. A barlangra gondolsz? Hát laguna, ja. Ja, az is jó lenne, hogyha lenne azért a vízbe egy pár több növény, tengeri állat. Meg hát ott is lehetne valami kis világítás, vagy nem tudom. Hát, vagy inkább ilyen természetes tengeri. Ja. Valami. Kéne oda telepíteni. Ilyen kis tengeri farmot, vagy mit. Korallokat, tengeri csillagot. Kis picike halakat. Hát igen, 10 halakat oda. Hát egy negyen pironnyát, meg ilyesmit, amit számolod, vagy valami. Hát jó, ilyen kis színes halakat. Mit tudom én, bohóc halat például, vagy ilyesmit. Valaki firkált a falra. Ja. Hát a te kocsidba is van, tudod? Tessék. Te kocsidba is van. Mi? Hát falfirka. Spray. Ja. Az a sprayvel ilyeneket tudsz csinálni. Igen. Aha. Mi ez? Köcsögök? Mi ez? Nem tudom, olvasjuk be. De ki az, aki ilyet rak föl? Ez milyen? Halló, uraim, ezeket ki rakta fel? Nem tudjuk. Nagyon fasza. Még azért... Hát csodálatos. Inkább aljatok, nem? Én alá... Ott látok. Hát szerintem... Elírták, aljasok kellene, hogy legyen, nem? Valahogy úgy, csak a helyes írásuk nem a legjobb. Hát nem. Nem. Hát mondom, nem járták ki a 8-ot aztán. Hát jó. Hát az katasztrófa. Ezt le lehet valahogy szedni amúgy? Le. De, hogyha van spréhez firkád. Igen. Milyen letörlő firkád. Hát most nincs. Ott, ja. Nem is lehet venni amúgy. Úristen, mi történt? Valaki hát azt hiszem, hogy kifirkálta össze a falat. Na mindegy. Kollégák mondták. Igen, hogy? Kollégák mondták, hogy valakit összefirkáltak, és mondták, hogy létán döntött, hogy tartóztassák el. Kicsodát? Akik összefirkált. Ja, nincsenek is szerintem itt a városban már. Rendelítettem. Ja. Nem is vagyok rajta a rádióm. Leléptem. És halljátok ezt a nagy hangos motort? Ja, már elment. És hogy vannak amúgy a kalagyok? Megvagyunk. Éppen pont el akartuk hagyni a várost. Szolgálatban van, uram? Most léptem le. Akkor mindegy, én fölveszem a szolgálatot, azt lefoglalom a gépjárművet, úgyse kell. Jó, csak nyugodtan. Mindjárt jövök. Most voltunk akcióan, 3 találatot kapott a Kevlára. Na, de megmaradt, remélhetőleg rendesen. Nem került kórházba. Nem. Na jó, van akkor. Mindjárt jövök. Pillanat. Rendben. Jó éjszakát, viszlát. Nem tudom segíteni, hogyha lefoglalva egy sheriff jármű, szóval lehet visszakérni. Hajnali 3-kor visszakerül a garázsba. Jó, köszi. Nincs mit. Köszönjük. Lefoglalom a kocsimat.
Nem engem is? Hát, lefoglaljalak. Hát. Hát, a szívedet lefoglalhatom. Azt már lefoglaltad. Na jó, ha nem, megkerülök. Most ez mi? Háj. Na jó, akkor ez volt a záróra, ugye? Na, itt vagyok, Halli. Halli. Ja. Igen. Van egy cetli a zsebedbe. Igen. Egy pillanat is, szerintem vedd ki és olvasd el. Tudod. Addig beszélgessünk. Tudod. Igen. Uh-huh. Lehet elírtam a cetlit, nem biztos. Nem baj. De lehet, sőt tuti. De attól még a lényeg ott van. Igen. Én is így gondolom. Ja. Menjünk nyugóra, csak ne itt. Arrább egy kicsit, gyere. Oké. Okay. Mi ne lehetne? Képes.
Nem már drága. Hogy egyszer dollár. Nekem is. Ja. Nem akarja valamelyik időt megvenni? Repetit. Repetit. 49.999 jót adom. Én is téged. Jó ét. Szeretlek. Ja, szia. Ja, szia. Jöjjén, akkor mindig karrid, nem? Na, már ennyi volt. Köszönöm szépen, aki itt volt. Remélem tetszett mindenkinek. Jók legyetek. Majd holnap jövök a folytatással. Jó ét mindenkinek. Szevasztok.